A koronavírus válság, vagy ez a veszélyhelyzet, és amit ez a veszélyhelyzet indukált, ez megnehezítette a személyes kapcsolattartást közöttetek és a mentoraitok között. Át kellett állni digitális online oktatásra. Ez viszonylag jól sikerült a visszajelzéseitek alapján, viszont a közel 1000 mentorált gyerekből 95 esetében nehézséget jelentett a digitális eszközhöz való hozzájutás. Ez indokolta, hogy a Tanítsunk Magyarországért program laptopokkal lássa el ezt a 95 tanulót, tette hozzá György László gazdaság stratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár, akit internetes körkapcsolás útján Pécsről kapcsoltak a Nyíregyházi Egyetemen. A 2 éve indult kezdeményezés célja, hogy egyetemista hallgatók mentorként segítsenek hátrányos helyzetű általános iskolásoknak a tanulásban, valamint készségeik és képességeik fejlesztésében. A Nyíregyházi Egyetem számára mindig is fontos volt a 3. missziós tevékenység, tehát az oktatás és a kutatás tevékenységeken kívül az, hogy hogyan tudjuk a térséget, a régiót fejleszteni. Azt gondoljuk, hogy ez a program, a Tanítsunk Magyarországért program egy ilyen program, ami mellé mindenképpen oda kell állni, hiszen egy felzárkóztatást segítünk ezzel elő. Azokat a 7-es, 8-os diákokat tudjuk így pozitív példákkal ellátni, vagy pozitív példákkal segíteni, akik talán így egy szebb élet reményében, egy szebb jövőkép reményében töltik a mindennapjaikat. Szerdán 13 környékbeli 7-es és 8-os diák vehetett át laptopot, melyeket az ABC Alapítvány ajánlott fel a rászorulóknak. Az eszközök nem csak tanuláshoz nyújthatnak nagy segítséget. A koronavírus járvány miatt a mentorok és mentoráltak személyes találkozásai lecsökkentek, így az új eszközök később akár a távmentorálásra való átállást is megkönnyíthetik. Ezek a gyerekek a laptopjaiknak a segítségével újabb lehetőséget kapnak arra, hogy ki tudják teljesíteni a tudásukat, információkat tudjanak szerezni, és ezáltal a tanulmányaikat tudják segíteni. A mi hallgatóinknak ebben a programban az lesz a feladata, hogy egyfelől megismertessék őket a laptopoknak a használatával, illetve olyan alapvető készségeket fejlesztenek a gyerekek számára ki, amelyek szintén segítik majd őket abban, hogy a későbbiekben a tanuláshoz, esetleg a szórakozáshoz fel tudják őket használni. A Tanítsunk Magyarországért programban jelenleg országszerte 1639 felső tagozatos általános iskolás és 377 mentor vesz részt az ország mintegy 60 kis településén. A kezdeményezés sikerét jól mutatja, hogy ma már 7 egyetem részese a mentorok képzésének, és a meglévő 377 után további 650 hallgató jelezte részvételi szándékát, kezdte meg a feladat ellátásához szükséges kurzust.